Az ember megismeri a világ működését, és ezt vizsgálni nagyon izgalmas. Ha az ember ezt a szakmát választja, akkor nagyon sok irányba elmehet. Foglalkozhat kvantummechanikával, biológiai kémiával. Nagyon keresett a kémikus szakma. Például az ember elmehet vegyészmérnöknek, foglalkozhat gyógyszerkutatással, anyagtudománnyal is, repülőgépek tervezésénél például fontos lehet. Ami mostanában nagy őrület, az az úgynevezett CRISPR technika, ami a géntechnológiában tört utat magának. Ezzel a technikával nagyon könnyen átszabhatja az élőlények génkészletét, például vissza lehetne hozni kihalt állatokat, meg lehet fékezni a maláriát. A kémiának van egy külön területe, amit számítógépes kémiának hívnak. Ha az ember tud programozni, akkor könnyen tud olyan programokat írni, aminek kémiai vonatkozásai vannak. Ez elsősorban a szerkezetkutatásban fontos, ugyanis a fehérjék szerkezetét lehet modellezni számítógépen. Vannak próbálkozások arra, hogy kombinálják ezeket a szintén mostában nagyon populáris mesterséges intelligenciával. Ilyen kütyük kezdik el meghatározni az életünket, ettől függünk, most ez mindegy, hogy jó vagy rossz. És az érdekes, ezeket ilyen mérnök elektronikai dolgoknak képzelik, de magát az anyagot az kémikusok tervezik. Tehát ez adott polimer, a vezetőképes és minden más szempontjában egy meghatározó dolog. És ugye a tavalyi Nobel-díjat, azt például a molekuláris motorokért adták, itt láthatunk egy ilyet. Tényleg úgy néz ki, mint egy autó, ez azért nanokár. Egyébként itt van a Ben Feringának az aláírása, most találkoztam egy konferencián vele, és megkértem, hogy írja már nekünk alá. Na most ez azért érdekes, mert ilyen szinten lehet már tervezni a dolgokat. Na most, ha ezen a szinten tudunk tervezni, kvantum számítógép, akkor nagyon jó lesz például a hasznosultsága a dolgoknak, tehát nagyon kis energiát, nagyon dolgot elérni. Megint nagyon szép képre, ennek a mobiltelefonnak a számítógép szintű teljesítménye az ugye sok ezerszerese annak, mint amire én kezdtem el dolgozni, akár csak 15-20 évvel ezelőtt. Tehát az emberiségnek az energiaigényét azt nem tudjuk úgy csökkenteni, hogy lemondunk dolgokról, ilyenek vagyunk mi emberek. Tehát olyan eszközöket kell adni, hogy kevés lesz mondjuk az energiaigénye, és akkor miniaturizálni kell, a molekulákat lehet tervezni és lehet így használni. Vagy egy másik dolog, ha környezetvédők vagyunk, ugye, hogy az intelligens mosópor az nem létezik, de lehet olyan mosópor tervezni, amelyik alacsony hőmérsékleten, nagyon kis vízzel mégis ki fogja a ruhát tisztára mosni. Ezeket mind biomérnökök, kémikusok, vegyészek, bár is nevezik őket, tervezik. Vagy itt van az összes hatóanya. Nekem több olyan barátom van, aki bizony, hogy 30 éve korábban születünk, már meghaltak volna olyan betegségben, miközben az élet fejlődött, és most képesek voltak olyan leukémiát, amiben régen meghaltak, most meggyógyítani. Vagy én is vagyok az én élő példa, én meg se születtem volna, hogyha az édesapám nem kap annak idején streptomicint. Egyetlen egy ember kapott streptomicint az 50-es években TBC-re Magyarországon, az édesapám. Nem halt meg, így én megszülethettem. Tehát ez mind-mind az a kémia, ami teljesen körülvesz minket, ami szerintem kulcsfontosságú, és hogyha az ember ezen a szinten tud tervezni, élni, gondolkozni, akkor hozzá tud járni ehhez a molekuláris forradalomhoz. Sok olyan lehetőség van arra, hogy az alsóbb-éves hallgatóink is eljussanak nemzetközi konferenciákra, és ott maguk mutassák be az eredményeiket. Nagyon sok olyan oktatónk van, aki nemzetközi hírű konferenciákra hívják őket, meghívott előadóknak, és egy-egy tématerületnek a meghatározó embereinek számítanak. Ha valaki hozzánk jön, akkor nagyon hamar lehetősége lesz arra, hogy kutatómunkát végezzen, és ez azonnal egy nemzetközi bekapcsolódást is jelent. Aki nálunk TDK munkát végez, arra nagyon vigyázunk, hogy ez nem öncélú tevékenység legyen, hanem ezt a munkát azonnal igyekszünk publikálni, bemutatjuk nemzetközi konferenciákon. Ma már lehetőség van az ELTE-n Budapesten is angolul hallgatni órákat. Egyre több külföldi diákunk van. Most legújabban a Stipendium Hungaricum program keretében érkezik viszonylag nagy számú mesterszakos és PhD hallgató. A magyar diákok is nagyon szívesen járnak ezekre az órákra. Rögtön egy szaknyelvet is tanulnak. Ugyanakkor kapcsolatok is kialakulhatnak a magyar diákok és az idejáró külföldiek között. Ez végül is egy határtalanság, ha az ember szintézissel foglalkozik, abból a néhány elemből is olyan változatos struktúrákat tud létrehozni, hogy szinte tényleg végtelen a variáció. Ez egy nagyon vonzó dolog, de akkor az meg probléma is, mert amikor nincsenek határok, akkor nehéz egy olyan irányt fölvenni, ami hasznos molekulákat termel. Ugye a népi gyógyászatban előfordul, hogy tudják az emberek, hogy melyik növényt kell milyen betegségre
használni. Mi most már tudjuk azt, hogy melyik az a molekula, ami felelős ezért a hatásért, és az egy sokkal jobb megközelítés, hogyha én ezt a laboratóriumban meg tudom csinálni. Van egy olyan irányvonal, hogy elképzelünk egy molekulát, ami nem is létezik se a természetben, se a laboratóriumban eddig, de feltételezhetően jó lenne. És ezt az elképzelt molekulát próbáljuk megcsinálni. Szerintem az a fontos, hogy mindenki megtalálja azt, amit szeret csinálni. Még a kémián belül is van, aki molekulákat bont, van, aki méri, miből mennyi van, tehát hogy nagyon sok ága van, van, aki elméleti kémiával foglalkozik, modellezéssel, akár a számítógépen, a szerkezetnek, tehát hogy ezen belül is nagyon sok van. Szerintem aki kíváncsi, az a kémián belül is meg fogja találni a szépséget. Elméleti kémiával foglalkozom, az elméleti kémiának azzal az ágával, ami a Schrödinger egyenlet, tehát a kvantummechanika alapegyenlete segítségével próbál molekulák szerkezetéről, tulajdonságairól információt kinyerni. Jelenleg például a DNS molekulának tulajdonságait próbáljuk meghatározni, ezek közül azt, hogy miért áll ellen a sugárzásnak, miért tud olyan sokáig stabil maradni, és ennek kapcsán egy olyan érdekes kérdés is felmerült, hogy vezet-e elektromosságot a DNS molekula. Ez alkotó eleme lehet molekuláris számítógépeknek is. Ugye az ELTE a legrégebbi magyarországi egyetem, nagyon nagy hagyományokkal rendelkezik, nagyon széles spektrumú kutatás folyik, tehát ebből a szempontból az ELTE az jó választás, hiszen itt mindenki megtalálhatja a fő érdeklődésének a mellékszálait is. Az erős elmélet mellett nagyon sok energiát tőlünk abba, hogy gyakorlati képzést is adjunk. Mindenhol Magyarországon, bármilyen kutatóintézetben, cégnél szívesen fogadják az ELTE-ről érkezőket, és nemzetközileg is ismert a diplománk. Nagyon sok volt hallgatónk, mint ahogy én is annak idején, került doktorandusznak külföldre, és kezdheti meg kutató munkáját ott, aztán visszatérve folytathatja itthon.